Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Destiny 2 Wishender Quest, ahogy megígértem. Na most, ahhoz, hogy a Wishendert megszerezzétek, sajnos, hát vagy nem sajnos, mert én például nagyon élvezem, a Shattered Throne nevű küldetésen kell végigmenjetek. Na most, ez a Shattered Throne-ról már csináltam egy videót, egy ilyen komplet guide-ot, hogy hogyan kell megcsinálni, rákerestek Necrocrim Shattered Throne, el van magyarázva minden, úgyhogy most kifejezetten a Wishenderre fogunk fókuszálni, mivel ahhoz, hogy ezt az íjat, exotikus íjat, ami konkrétan kb. VH-t ad, megszerezzétek, ahhoz végig kell menjetek a Shattered Throne-on, és a Shattered Throne-nál, amikor az első komoly boss fight-on lesztek túl, ahol a négy bosszorkát le kell győzni, majd be kell vinni a reliket a oltárba, és akkor lehet lőni a fő boss-t, az után van egy szobor, ez a szobor, és ennél a szobornál aktiválni kell a Wishender Quest-et. Na. A felszerelés, amit vinnetek kell erre a küldetésre, megpróbálhatjátok szólóban is, de frusztráló, nehéz, eléggé ki kell legyél bildelve, hogy minden rendben legyen. Amit javaslok fegyvereknek, legyen nálatok egy Void Pulse Rifle, tehát a lila energiás Pulse Rifle legyen nálatok, nagyon jól szedi a boszorkányok különböző enemiknek a shieldjét. Biztonság kedvéért legyen nálatok egy tűz is, és váltogassatok ezek között. Az elsődleges fegyver egy sniper legyen, nagyjából mindegy, hogy melyik, a lényeg az, hogy sok helyen kell leszedegetni mobokat távolról, illetve az, hogy ne halljál meg, ne kell rájuk rásolni, sok a sniper, egy sniper jól jön neked is. Power Weaponnek, akinek van Whisper of the Wormja, tökéletes. Akinek van egy Darcy-ja, majdnem biztos mindenkinek lesz, tökéletes. Akinek van egy Thunderlord, tökéletes. Szóval mindenféle erős Power Weapon igazából teljesen jó lesz. Az Ultimate képességetek jó, ha Void alapú, a láthatatlanság jól jön a boss fightnál. Szóval ezek legyenek meg. Na, akkor megpróbálom live-ban leadni. Miután megcsináltátok a Shattered Throne-t, a szobánál aktiváltátok, ahogy látjátok is itt a videóban, akkor el kell gyertek a Tangled Shore-ra, és kövessétek ezt az útvonalat, mert hogy a Tangled Shore-on lesz a Wishender Quest-nek a aktiváló része, hogy úgy mondjam. Amúgy igen, ez a videó inkább azoknak fog szólni, ugye, akik mostanában kezdték a Destiny-t, megtetszett nekik, megvették a Forsaken DLC-t, amiről úgy gondolom, hogy kifejezetten jót tett a Destiny-nek, és hogyha valami extra contentre vágysz, akkor a Forsaken-t érdemes megvenni. Ami a Black Armory-t illeti, az új Annual Pass DLC-kel érkezőket, azokat én magam sem vettem még meg, egyelőre nagy formuláson kívül nem nagyon látok semmi extrát benne, majd ha lesz valami story content benne, akkor valószínűleg megveszem. Szóval itt van a Tangled Shore-on, ezt kell aktiválni, és ezzel aktiváljátok ugye a Wishender Quest, vagyis elkezdődik a Wishender Quest. Na most innentől kezdve sok dolgotok nincsen, csak egy-két enemit itt legyőzni. Nagyjából, de vigyázzatok, mint végtelenségbe spawnolnak az enemik, szóval ne nagyon törődjetek vele. Győzzétek le, akit itt le kell győzni, mert én magam sem emlékszem nagyon, mit kellett legyőzni, de utána megtaláltuk az útvonalat. Úgyhogy egy ilyen dungeonben fogtok megint csak kikötni, ami rögtön ott van, ahol az enemikkel harcoltok. Azon bementek, és elindul, hát onnantól kezdve lesz a komolyabb része a dolognak. Szóval, ami itt menni fog, az egy boss fight lesz. Semmi nagyon extra a boss fight, vagy három boss lesz, semmi nagyon extra. Óvatosnak kell lenni, nem éppen túl erősek, olyan Tangled Shore szintűek, szóval ezeket nagyjából akármivel, amivel jól esik le, fogod tudni győzni. Egy kicsit belenézünk a fightba, hogy néz ki. Semmi nagyon extra, mint mondtam. Lenyomjátok a bosszokat, és végül fogtok kapni
amitán mind a három boszt megölitek, azért amit látjátok, tudnak sebezni. Szóval lehetek résen. Szóval amint legyőzitek őket, kicsit sok a kis enemi körülöttük az a baj, és azok inkább veszélyesek, de amint legyőzitek, megkapjátok ezt a három itemet. Na most ezt a három itemet kell visszavinni a Shattered Throne-ra. Ez a három item úgynevezetten fel kell őket tölteni. És ha feltöltöd energiával, akkora jó, akkor fogod megkapni a Visendert. Szóval, visszamentek a Shattered Throne-ba, ami hát nagyszerű, úgy néz ki, éppen most szabadult el ki onnan, és vissza is kell menjél, de relax, mert hogy csak az első boss fightig kell menni, mert a szobarig kell eljussatok. Úgyhogy most megpróbálom élőben leírni, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy feltöltsétek ezeket a szobrokat. Bejöttök a Shattered Throne-ba, és ugyanúgy végig kell csináljátok a szobát. Ugyanúgy meg kell csinálni az egészet, hogy utána tovább tudjatok menni. Szóval, amit csinálnatok kell, bejöttök a Shattered Throne-ba, és legyőzitek ugye rögtön az első boss-t. Ha legyőztétek az első boss-t, akkor kövessétek ezt az útvonalat, mivel hogy ezeket a tokeneket ugyebár fel kell tölteni. Na most az, hogy feltöltsük, kisebb feladatokat kell végrehajtani. Kövessétek ezt az útvonalat, érdemes fölmenni ennek az épületnek a tetejére, mert hogy itt találjátok meg a feladatnak az első felét. Szóval itt fölugrátok a tetejére, fölértek ide, és itt láthattok szobrokat. Mindegyik szobor gömböt tart a kezében, kivéve egy szobrot, amely nem tart gömböt a kezében. Na most ő neki vissza kell adni ezt a gömböt. Szóval, ahhoz, hogy megtaláljátok az első gömböt, aki már járt a Shattered Throne-ba, annak mondom, hogy a sárkánynál lesz, a sárkány fölött, konkrétan a sárkány terem fölött, annak is a tetején. Ott az a nagy szobor középen, az egy ilyen útmutató, hogy oda kell menni, ahol jelen pillanatban mutatok. Ha ügyes ugráló vagy, akkor simán át fogsz tudni ugrani a szobornak a fejéhez, vagy legalábbis rá ezekre a sziklákra. Fölugrasz, és onnantól kezdve, ha pánik van, és nem sikerült ugranod, semmi baj, akkor alul is tudsz menni, amit látjátok, Gomi ott megy alul, onnan is föl lehet majd ugrálni. Egyre nagyon vigyázz, ne hajj meg! Legalábbis ne hajj meg, mielőtt a gömböt belehelyezed a szobornak a kezébe, mert akkor természetesen újra kell kezd a teljes, hogy is mondjam, termet, és a teljes termen újra végig kell menjél mindig. Szóval igyekezz ne meghajl ellen része, mert unalmas része a szempontból nem nehéz, csak hogy is mondjam, amolyan macera. Ott van a gömb, Gomi meg fogja nektek mutatni, hogy alulról is föl lehet jönni, ott van az a szikla, szóval ügyesen felugráltok, és onnantól kezdve ide jöttök, elveszitek a gömböt, és ugyanez az útvonalon láthatok engem jönni, ha ügyes ugráló vagy, akkor ugye a szoborról ideugrott ő is, tehát arra a szikra, ahol a fölmászott, onnan a szoborra, a szoborról pedig ide. És ugyanúgy vissza is tudsz venni. Ha nem vagy ügyes ugráló, ugyanúgy mehetsz alul, és csak hát így elkerülheted az enemiket. Szóval, megvárjuk itt a kis gameplayt, hogy dicsekedjek, hogy milyen jól tudok ugrálni. Amit látjátok, a hátamon egy Whisper of the Worm van, hamarosan azt a questet is ki fogom posztolni. Az szerintem nehezebb, mint ez, és nem feltétlenül azért, mert amilyen szintű enemik vannak ott, az is OP, de a Whisper quest az engem kiborított. Én aztán legalább 10-szer vágtam neki, amire így betanultam az egészet. Ja, volt legalább 10. Na, szóval, ide jöttök, ne feledjétek alulról is, föl lehet ugrálni ugyanazon a fán, ahol én följöttem, oda lehet menni, alulról teljesen oda fel ugrálni. Megvárjuk Gomicicát, szépen behelyezik a gömböt, és ez a gömb, kérlek szépen, le fog spónoltatni nektek egy boss. A boss maga nem OP, de nagyon közel van, és ezért óvatosnak kell lenni, ultizzátok le nyugodtan, tehát itt, amit láthatjátok, simán kilöket, tehát ez neki a
legnagyobb baja, de ha legyőztétek, és mint mondtam még egyszer, nem olyan nehéz, én például a Whispert nem is akartam rá pazarolni, szóval, ja. Legyőzitek, megkapjátok az első feltöltött tokeneteket, ami, hát így néz ki, ahogy láthatjátok, így. Na és három ilyen boss lesz, amit le kell nyomni. Az utolsó lesz a legmacerebb, de arra is átérünk. Következő szekció, miután megcsináltok a szobrot, elértek a pilléres részhez. Pilléres részhez csak kövessétek, hogy merre megyek én. És itt van ez a pillér, ez. És ennek a háta mögött lesz maga a szobor. A gömb. Nagyon javaslom nektek, az ogrékat szedjétek ki. Mielőtt megcsináltok ezt a küldetést, ne kelljen újra kezdeni ugye az egészet. A szobrok maguk jobb oldalt fogjátok megtalálni. Amit látjátok, van ez a kis forgó gömb, amit ott látok, miközben Gomi hozza. Ezért attól jobbra, tehát azoktól jobbra szembe megtaláltok. Itt lesznek a szobrok, lesz időtök keresni, miután az ogrékat legyőzitek. Ez még nem fog feltölteni semmit, de szükséges ahhoz, hogy az utolsó boss lesz vonuljon. A következő rész ugye a lassítós rész című történet, amit úgy csináltuk, Gomi Thunderlord-dal ment, ő írtotta a kicsiket, én vittem a gömböt. Sajnos végig kell menni az egész termen, és hogyha sikerült életben végigmenned az egész termen, miközben egyik társad csinálja ezt, futsz, szépen ugrálsz, gránátot dobálsz, bármi, itt a végén ugye leugrasz, tompítod az esésedet, és ott lesz szembe a szobor. Na most ez a szobor le fog spónoltatni nektek egy boss fightot, hogy megtaláljátok ezt a boss fightot, csak kövessétek ezt az útvonalat, amit én végigmegyek, amúgy nem nehéz megtalálni. Szépen itt bementek, és ugye normál szerint jobbra kellene elmenjétek, de mint látjátok, a normál setörtök szerint jobbra mentek el, de ott szembe volt egy nagy ajtó, a szembe nagy ajtón bementek, és ott lesz a boss fight, majd ki és jobbra, ahogy rendesen volt a Shatter Throne-ba. Na most a boss fightról annyit, hogy vannak falangszok, simán lelökhetnek, nem, távolról is simán szedheted a boss, nem kell azt csinálni, mint aki Gomi csinált, és ez nem fordulhat elő. A második token feltöltésre fog kerülni. Na most, a következő boss fight lesz az a nagyon nehéz boss fight, ahol ott van a shieldezett ogre. Na most, amit itt figyelni kell és csinálni kell, az az érdekesség. Ugyanúgy le kell győzd a boss-t a végén. Na de, ha megcsinálod az első kört, tehát legyőzöd a négy boss-it, megkapod a buffot és berakod az oltárba, abban a pillanatban le fogsz spónolni egy láthatatlan Minotaurus. Na most ez a láthatatlan Minotaurus pontosan szembe van azzal a helyjel, ahonnan ti beugrotok a boss fightra, vagyis a kiáratánál ennek a teremnek. Miután legyőzitek a fő boss fightot, a kiáratánál ott fog spawnolni ez a láthatatlan Minotaurus. Szóval jó, hogy berakjátok az első buffot az oltárba, ne is törődjetek a bosszal, hanem muszáj, keressétek rögtön a láthatatlan Minotaurust, ami megjelenik ugye a kiáratánál ennek a teremnek. Kiáratot megtalálod, egyenesen szembe van a bejárattal, ahol ti beugrotok a boss fighthoz. Ha legyőztétek ezt a Minotauruszt, akkor be fog spawnolni a gömb, amit ugyanúgy be kell helyezni a szobornak a kezébe, a probléma vele folyamatosan lőnek, úgyhogy legyél láthatatlan. A szobrot a bejárattól balra találjátok, tehát ahol beugrotok a boss fighthoz, attól balra találjátok a szobrot, meg lehet találni, nem nehéz, behelyezitek, és akkor, amint ez megtörtént, le fog spawnolni az utolsó boss egy ogre, kevésbé halálos, de mindenki rád fog lőni abban a pillanatban. Igyekezzetek, fókuszáljatok arra, leszedjétek azt a boss-t, és utána semmi más dolgotok nincs, ugye feltöltődik a token, semmi más dolgotok nincs, csak legyőzni a fő boss-t, oda menni a szoborhoz, aktiválni a küldetést, és megkapjátok a Visendert. Nem kell végigmenni a teljes Shatter Throne-on az utolsó bosszig, csak ha szeretnél, de nem muszáj végigmenni. És ennyi lett volna a Visender, srácok. Egy pofás, szórakoztató, megfelelően nehéz küldetés, amit szívesen látok akármilyen játékban.
Szóval, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, írd le a kommentbe, mit szeretnél látni a következő Destiny videónak, és hát ja, a következő videókor találkozunk. Sziasztok!